1974 és 1990 között dolgozott Zaire-ban Tamás Eszter, többféle trópusi betegségen is átesett ez idő alatt. Annyira leállt a bélműködésem, hogy már csak kupokon éltem. Tehát egyszerűen, mintha nem lett volna bélműködésem. Ha ettem, beteg voltam, ha nem ettem, beteg voltam. Ha nem ettem, éhes voltam, beteg voltam, de úgy mindenem fájt az egész hasüregem. És nem tudták megállapítani. Az ottani orvosok akármit adtak, hát nem szűnt meg. A megoldásra véletlenül talált rá. Egy misszionárius apáca ajánlotta neki az afrikai gyógyfüvet. Én beteg voltam, amit nem tudtak orvosok sehogyan kezelni. És ezt húztam olyan 6 hónapig, és minden bajom volt. Tényleg már úgy megijedtem, hogy semmi nem gyógyítja, akkor ez micsoda lehet. És akkor az egyik misszionárius, aki a kórházban dolgozott, egy apáca, misszionárius, ajánlotta nekem, hogy próbáljam meg a helyi gyógymódokat, például, és akkor megmutatta nekem ezt a növényt, úgy véletlenül. Azt mondta, nem tudom, mire jó igazán, pardon, azt tudom csak, hogy nagyon gyakran használják azok a feketék, akik benn ülnek a kórházban. Tehát látja, hogy szedegetik, és azt rákcsálják, vagy pedig beforrázzák, és azt isszák, de valahogyan használják. Próbáljam meg. Megpróbáltam, mert már mindent megpróbáltam volna. Eszter leforrázta, és teaként itta a gyógyfüvet. Azt mondja, a javulás nagyon gyors és látványos volt. 3 nap múlva az én legkeményebb tüneteim elkezdtek megszűnni, és olyan 10 nap múlva nekem már nem volt tünetem. Tehát úgy néztem ki, hogy meggyógyultam, amit semmiféle gyógyszerrel nem tudtak meggyógyítani. Én abból úgy nézett ki, hogy meggyógyultam. Persze úgy nézett ki, mert végül is nem gyógyultam meg igazán, hanem a tünetem tűnt el, azért, mert leállt a folyamat ugyanis. Aztán elkerültem Európába, ott megvizsgáltak, és volt egy nagy petefészek daganatom. Viszont ez a daganat elhalt, és azért nem voltam én többet beteg. Azaz a növény Eszternél a daganatot szüntette meg, de azt mondja, Afrikában fejfájásra, hasfájásra, lázra, étvágytalanságra is használják. A gyógyfüvet 30 éve ismerte meg, és állítja, még nem csalódott benne, ezért szeretné, ha mások is megismerhetnék. Van gyulladásgátló hatása, tehát olyan hatóanyag, ami gyulladásgátló hatású. Van gyomor és bélpanaszok, tehát nem úgy, hogy hasmenés ellen, vagy székrekedés ellen, hanem gyomor és bélpanaszokat javító hatóanyag. Van vírus és baktérium szaporodás gátló hatása. Tehát ha vírus, mondok egy példát, van valakinek egy herpesze, ezzel valahogy lekezeli, akkor a herpesze elmúlik. Azaz nem csak belsőleg, külsőleg is alkalmazható. A bőrön jelentkező elváltozásokat is megszüntetheti. Nyugtatja a leégett bőrt, de a szemölcsöket is eltüntetheti. Na most legyen az pattanás, vagy herpesz, vagy tudom én, kiütés valami miatt, vagy gombás fertőzés, vagy hát ami egyáltalán meg tud jelenni külsőleg, ezzel bekenem, a legtöbb esetben elmulasztja. Volt egy ilyen esetem, amikor valaki felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy nem, elmondta. Azért hívott föl, hogy elmondja, hogy volt egy foltja, egy bőr fertőzése, valami egy folt, tehát biztos gomba. Orvos adott neki rá valamit, nem múlt el, az vidáman nőtt tovább. Addig nőtt és kipróbált vagy 8 féle különböző krémet, gyógykrémet természetes, amíg akkora lett, mint a tenyere. Ez a lábán volt valahol. És akkor meglátta egyik riportomat. És gondoltam, ebből én nem veszítek semmit, megpróbálom ezt is. És azért hívott föl, hogy megmondja, hogy az, ami eddig olyan vidáman nőtt és nőtt és nőtt, és nem lehetett leállítani, az most neki megszűnt. Ettől. A gyógynövény a lóheréhez hasonlít, vadon terem, meleg és csapadékos helyen él meg leginkább. Magyarországra Zanzibárról szállítják. Van egy tejnedve, amit ők egyszerűen rákennek a sebeikre,
vagy fertőzéseikre, vagy gyulladásaikra, vagy ami bőrfelületen van. És akkor azzal gyógyítják. Maga a növény levele például azzal meg borogatnak. Ezek most bőrfelületi dolgok. Meg is eszik különböző formában. A növényt a készételbe is bele lehet keverni, de nyersen is fogyasztható. Ebben a formában a hatása gyorsabban jelentkezhet. Rájöttem, hogy ha szorult helyzetben vagyok, akkor megeszem. De megeszem, és akkor az még hamarabb hat, mint hogyha gyorsabban hat, mint hogyha csak teját iszom. És ez természetes, mert ha teját iszom, akkor megittam a vízben oldódó hatóanyagot. Ha megeszem a növényt, akkor lenyeltem minden hatóanyagot, ami benne van a növényben. Tehát azt is, ami vízben nem oldódik, de zsírba vagy, hát oldódik másképpen. A gyógyfüvek íze nem túl jellegzetes. Széna, vagy nem tudom mire hasonlítani, nem rossz az íze. Ha egyáltalán nem rossz az íze. Akár megeszi, akár megissza, az íze szinte finomabb, mint szinte majdnem, hogy finom. Tehát állítom, a kamillánál jobb ízű. De nyugodtan lehet fogyasztani. Nem, ilyen nem lesz, hogy azért nem tudom, mely úgy, de rossz. Nem rossz, jó az íze. A növényt általában elég néhány napig alkalmazni, a hatását ugyanis már 3-4 nap rendszeres fogyasztás után kifejtheti. Én ezt merem állítani, és biztos, hogy mindenki más is, aki ilyesmit kipróbált. Van egy húgyhólyag gyulladása valakinek, cisztitája, és akkor arra kellene antibiotikumot vagy valami antibakteriális dolgot szedni, valami gyógyszert, és akkor az tart addig, ameddig tart. Az biztos, hogy 10 napig legalább. És gyógyszer és mellékhatása van. Ebből elkezd inni teját, de ha még meg is eszi a filter tartalmát, ami beáztatott, kitépi a filtert és azt egy joghurtba kavarva megeszi, akkor 3-4 nap múlva biztos, hogy nincs már tünete. Persze azért még egye vagy 4-5 napig, hogy teljesen szabaduljon meg ettől a baktériumtól, de 3-4 nap múlva biztos. Bármilyen betegség legyen, a javuláshoz nem kellenek hónapok. Szakemberek szerint a gyógyfüvek gazdag hatóanyagtartalmával magyarázható, hogy sok területen bírhatnak gyógyító hatással, amelyet tudományos kutatások is alátámasztottak. Gyógyhatású komponensek vannak benne. Tehát mondom, így találja meg a szakirodalomba valaki, hogy gyomor- és bélpanaszok elleni, vagy hogy gyulladás gátló hatású, vagy hogy antibakteriális hatású hatóanyagok vannak magába a növénybe. Tehát van egy jó pár hatóanyag, és ezek a hatóanyagok külön-külön fejtik ki a hatásukat. Eszter hangsúlyozza, a gyógyfű nem gyógyszer, de gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban is hozzá lehet jutni.